Sziasztok! Ma egy palócleves fogok készíteni nektek. Különböző zöldségek vannak benne, lehet vajbabból készíteni, lehet zöldbabból. Az eredeti receptet én vajbabban láttam, de nincs jelentősége. Egy icipici más ízvilágot kapunk a két bab különbözősége miatt. A zöld színű bab az kicsit szerintem gyengébb ízű, tehát nincs olyan erős íze, mint a sárga babnak. De mind a kettővel el lehet készíteni. A húsok is bármilyen hússal el lehet készíteni. Én most ezt birkahússal készítem. Ennek az ételnek még az a jó előnye, hogyha esetleg több pörköltet készítünk, akkor az egy részét megtarthatjuk pörködjön, de a másik részét meg ugye összeforraljuk majd a levessel. Sárgarépa, zeller, karalábé, fehérrépa, hagyma, fokhagyma, különböző fűszereket használunk hozzá. Én szoktam köményt használni, majoránnál, borsót, akár a babhoz lehet ugye oregánót is, majoránna, babérlevél, fokhagyma, ezek a jellegzetes fűszerek. Egyébként úgy készül ez az egész leves, majdnem mint egy bableves, csak vagy egy babgulyás, csak nem száraz babbal készítjük, hanem fejtett babbal, és hogyha ügyesek vagyunk, akkor elsősorban általában a pörköltet tesszük, ugye, mert ugye az föl tovább, mint a zöldségek. Tehát a pörköltet, ha oda tesszük elő, akkor elég gyorsan készen is leszünk, mert még földögél a pörkölt, addig előkészítjük a levest, és megfőzzük azt is szépen. Vörös hagymát használunk alapként, én most összepirítom a zöldségeket, majd mindjárt meglátjátok, és utána piros paprikát teszek rá, fűszereket, és felengedem vízzel, és főzöm. És utána felrakom a pörköltet főni, jó mennyiségű hagyma, ugye a megfelelő mennyiségű hagyma kell a pörkölt nagyon jó szaftjához, nem sajnáljuk a vörös hagymát a pörköltbe, bár ez is ízlés kérdése, mert van, aki meg nem szereti a túl sok hagymát benne. Én azt gondolom, hogy a megfelelő szaft eléréséhez, tehát a sűrű szaft eléréséhez elég sok hagyma kell. Ízben is játszik azért, de mindenkinek az ízlésére bízom, mindenkinek az a jó, amit ő gondol, én biztos vagyok benne. Tehát megpirítottuk a hagymát, elteszük a zöldségeket, és kicsit pároljuk, utána piros paprika mehet rá, és megfelelődjük vízzel, fűszerekkel, megfűszerezzük, és hagyjuk főni szépen. Utána pedig megtisztítjuk a hagymákat, összeváljuk kockára, és újból megpirítjuk, és arra meg a húsit veszünk majd rá. Ebben az esetben én először a hagymára rátettem egy kis piros, különböző paprikákat, zöld színűt, pirosat, kicsit hadd piruljon az is, jól kijönnek az ízek. A pirított paprikából ráteszem majd a hagymára a paprikákat, mindjárt látni is lehet, és utána fogom rátenni a piros paprikát, és utána pedig rá a húsit. Szépen összeforgatom, és hagyom, hadd engedjen majd levet. Másképp is lehet pörköltet készíteni, lehet, hogy ezt nem is hívhatjuk pörköltnek, de én nálunk, mi nálunk ez így készül, ha én készítem, ha a párom készíti a pörköltet, akkor ő a hagymára rádobja a húsit, megpárolja, megpirítja egy kicsit, levet enged, és utána teszi rá piros paprikát, állítólag ez az eredeti recept, de én még ismerek egy harmadikat is, azt is elmesélem nektek gyorsan, és fogok is egy olyat csinálni, általában tyúkot szokták az idősebb emberek így készíteni, megfrítják a hagymát, ráteszik a piros paprikát, és rögtön felengedik vízzel, és abba teszik bele a húsikat, abban az eset tyúkot, de bármilyen pörköltet én így láttam az idősebbeknél készülni. Azt kell, hogy mondjam, mind a háromféle pörkölt készítési módnak más íze van, és mindig egyaránt finom. Ki mit szokott meg, ki lehet próbálni, jó kis kaland, és új ízzel gazdagodunk. Itt rátettük a piros paprikát, piros színű, kápia paprika ez, kerül bele zöld paprika, rádobom gyorsan a friss babérleveleket is, és mindjárt elkerül a piros paprika, és szépen
beletesszük a húsit, és mikor szaptot engedett, akkor utána felengedjük vízzel. Azzal a mennyiséggel, ez birka húsi, a fehér rész az nem fagyomál, ez csak a birkának a zsírja, kicsit öregebb birka volt ez szerintem, úgy kapjuk kaptuk ajándékba, ezért a vaselénybe főzöm, de a vaselényre, ha ráteszem a tetejét, nem tudom, eltetek-e már, ez egy elég nagy vaselény, hogy emeltetek-e már föl vaselényt, még étel nélkül is nagyon-nagyon nehéz, tehát maga a tetőt, ha ráteszem, ez olyan kukta.